Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. A mai Felső Ausztria területén született. A harmadik század második felében Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre a katonai pályán. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián szinte kilátástalan helyzetből megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát, s hírét szájról szájra adva megszületett a Flórián legenda. A keresztényüldözés idején Flórián igazságérzete emberségessége fellázadt a kegyetlenkedések ellen. Börtönben sínylődő 40 társa mellé állt, magát ő is kereszténynek valva. Amikor megtagadta az áldozat bemutatását a római isteneknek, kegyetlenül megkorbácsolták, majd a császár parancsára 304. május 4-én kővel a nyakában az Enns folyóba vetették. E napot a tűzoltók ma is a személye előtti fűhajtással és sok érdekes programmal tették emlékezetessé. A tűzoltóságra ezen a napon bárki ellátogathatott, kipróbálhatta a tűzoltóautókat, és kérdezhetett az önkéntesektől. Ön látott-e már ennyire test közelből, mondjuk tűzoltóautót, felszereléseket? Ennyire közelről még nem láttuk, ma hallottuk, olvastuk, hogy lesz ez a nyílt nap, és azért gondoltuk, hogy kijövünk a kicsivel. És mit tud, vagy milyen elképzelése van mondjuk egy tűzoltóság működéséről? Igazából gondolom egy nagyon felelősségteljes munka. Mindig ugye készenlétbe kell lenniük folyamatosan. Hát igazából a kicsi miatt jöttünk most ki, hogy ő is nagyon szereti, folyton a tűzoltó a mindene. Általában, amikor a fiúk ugye cseperednek, akkor mindig azt mondják, hogy vagy katona lesz, tűzoltó, vagy hasonló, rendőr, vagy ilyesmi. Önnel megfordult-e ilyen? Természetesen. Így van. Megfordult a fejembe, de hát sajnos. Érdekes, hogy akkor gyermekkorban miért vonz annyira a tűzoltó mesterség, vagyis hivatás? Hát erre nem tudok pontos választ adni, nem tudom. Nem tudom. És most mi tetszik itt legjobban önöknek? Hú, igazából most érkeztünk még, de látom, már itt készülődnek egy próbariasztásra, úgyhogy lehet kicsit későn érkeztünk. Még nem érkeztünk körbenézni. Hát én nagyon régóta ismerem a tevékenységüket, még akkor, amikor CB rádiós korszak volt, és fantasztikus segítőkészek, bármiben lehet hozzájuk fordulni. Olyan baj is, amikor nem konkrét tűzeset, hanem volt nálunk például, égett a trafó a házunk előtt, felhívtuk az elműt, nem mozdultak rá, azt mondták, hogy erre nem jönnek ki, ez egy esős időszak volt. És felhívtuk a önkéntes tűzoltóságot, jöttek, eloltották a trafót, és azt mondták, hogy nagyon jól tettük, hogy hívtuk őket. De hívtuk már olyan ér is, hogy elszabadult egy méh család. És a kertünkbe ott lógott a fán. És akkor nem a tűzoltók jöttek, de a helyismeretük folytán ismerték a méhészeket, és kiütek egy méhészt, aki befogta a méh családot. Aztán tavaly volt egy ilyen problémánk, hogy soha nem szokott a környékünkön nagy szél lenni, szélcsendes helyen lakunk, de kicsavarta az olajfánkat a szél kerten belül, és rádölt a szomszéd oldali kerítésre. És nem azonnal tudtak jönni természetesen, mert nem volt életveszély, de két nap múlva kijöttek, gyönyörűen, kármentesen leemelték az olajfát, pedig az egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető, és készségesen mindig lehet rájuk számítani. Úgyhogy én a magam részéről nagyon megnyugtatónak tartom, hogy Pomázon ők vannak, és most, hogy láttuk, hogy ilyen felszereltséggel vannak, és ezt mindig csodáltam, hogy ennyire rövid idő alatt leriasztható a társaság. És amit nagyon nagyra értékelek, hogy itt nagyon sok ember a szabad idejét feláldozva, ingyen, a saját életét veszélyeztetve segíti nem csak a pomáziak, hanem a Pomász környéki lakosságot is.
Mióta vagy tűzoltó? 2008 óta. És hogyan történt ennek a szakmának a megválasztása, vagy hivatásnak inkább? Egyik volt osztálytársam, bemutatott itt a tűzoltóságon, szeptemberben, amikor az iskola is kezdődött, és akkor lejártunk minden kedden. De mi az, ami megtetszett neked benne? A hivatás alapból, így nagyon bejött az egész. Mennyi képzés, mi kellett ehhez, hogy úgy érezd, vagy úgy érzed-e már, hogy most már minden probléma megoldásában részt tudsz venni? Igazából, nem tudom, egy ilyen 3 év kellett hozzá, szóval még teljesen biztosak vagyunk a dolgunkban. Hát egy olyan, vannak ezek a szintvizsgák minden nyáron, az ötös által elmegyünk minden nyáron, vagy Szolnok, vagy Balatontájt, és akkor minden egy teljes hetes felkészültség van, és akkor a hétnek az utolsó napján lesz egy szintvizsga, ahol meg felmérik a tudásunkat. Mennyi tűzoltáson vettél már részt? A gyakorláson kívül? Még egyen sem. Még egyen sem? Ez mikor lehetséges? Miután megvan a 40 óra a szintvizsgám, és elmúltam 18 éves. Most mennyi idős vagy? 16. Akkor komán, nagyon korán választottál hivatást. Igen. Nagyon megteszett ez. 12 évesen. Mi áll mégis hozzád legközelebb, mondjuk az, hogy vonulós tűzoltó legyél, vagy ugye vannak azért háttér dolgok is a tűzoltóságon, népnek hallottuk a tűzoltóparancsnoktól. Tehát te feltétlen vonulós szeretnél lenni? Én feltétlen vonulós, önkéntes vonulós. Ha hivatás, azt majd még azon elgondolkozok. Mi az, ami vonz már? Árulj már el eddig valamit róla, mert hogy beajánlott meg, behozott ez, az, de mi az, ami téged vonz benne? Hát a társaság, a ilyen családias légkör, alapból, hogy segíthetünk embereken, szóval az így jó érzés. Egy tűzoltó sosem fél? Hát mindenki fél, szóval a félelem az néha is kell, mert hát a félelem az kell néha, de nem tudom, hát szoktunk félni, hát mindenki fél, csak bátorság kell, hogy legyőzzük a félelmet. Hogy kerültél a tűzoltósághoz? Hát én a testvéremnél benn volt a mostani hát vezető, aki vezeti ezt a ifjúsági tűzoltóságot, és hát én 4,5 éves voltam, amikor bejöttünk ide egy nap, és akkor hát én nekem nagyon megtetszett, és mondtam anyának, hogy hagyd maradjak itt, és mert hát már 4,5 évesen ugye megtetszett annyira, és még most is itt vagyok. Figyelj, egy tűzoltónak születni kell? Hát nem tudom. Hát, mondjuk vannak olyanok, akik igen. Hát inkább elszántság kell hozzá nagyon sok, hogy eldöntsd, hogy te tűzoltó leszel. Neked miből áll most még, ugye? Mert most még ifjúsági tűzoltó vagy. Tehát a tűzoltó gyakorlat, vagy tűzoltó élet inkább miből áll? Hát hetente lejárunk oktatásra, és ott van elméleti, gyakorlati, és hát meg ugye nyár végén van, vagy nyáron van tábor. Nálunk már második éve volt tavaszi tábor is, és hát úgy gyakorlunk, és hát így nagyjából ennyi meg. Meg ugye... Mik vannak a gyakorlásban? Mondjuk egy tűzeloltása is van a gyakorlásban? Hát nekem már volt olyan, hogy a testvéremmel, mert ugye ő is tűzoltó, hogy vele oltottam ilyen rendes nagy tüzet, de úgy nagyjából úgy nem szoktunk kijárni tűzoltásra, mint ugye a felnőttek. De gondolom gyakorlatban, például táborokban imitálnak olyan tüzet. Ezeket gyakoroljátok, hogy kell, milyen tüzet hogyan kell eloltani? Hát igen, vannak ugye... hát vannak ilyen tálcatüzek, és azt is el szoktuk oltani, tehát ilyen, jó mondjuk nem mi oltjuk el, hanem leszokták kapcsolni, de hát, tehát nagyon jó érzés, mint hogyha tűzoltók lennénk. Tehát olyan, mint hogyha felnőttek lennénk, és úgy oltanánk tüzet.
eltökélt szándékot, hogyha nagy leszel, betöltöd a 18. évet, akkor is ennél a hivatásnál maradsz? Hát nem tudom, mert én focizok is, és ezért szerintem szeretném ezt csinálni, de hát önkéntesként én is, tehát nem hivatásosként. És félni nem félsz mondjuk a veszélyektől? Hát azért szoktam félni, amikor apa elmegy, és tüzet volt, de hát ugye le kell győzni a félelmet is. Mint tűzoltó feleség, mi ehhez mi erről a vélemény, erről a Szent Flórián napról, magáról a tűzoltóságról, mint hivatásról, mennyi problémával, mennyi megértéssel jár? Hát a nagyon nagy megértéssel jár, nagyon sokat tesznek ezek az emberek a városért, éjszaka kelnek, éjszaka kelek én is. Úgy látom, hogy nem olyan nagy számban vannak itt emberek. Egy lány miért csap föl tűzoltónak? Hát végül is én azért jöttem ide, mert egész családomban mindenki volt már a tűzoltóságon, és hát nekem igazából nagyon is tetszik, hogy mi van itt. Szóval szerintem azért nem csak fiúknak kéne ide járni. Amit itt meg kell tanulni, azt a lányok is bírják fizikailag is? Igen, bírják a fizikailag is a lányok. Van, amit persze nem bírunk el, de nagyon sokat is meg tudunk csinálni. Én nagyon szeretek idejárni, egy kicsit extrém, de szerintem pont ez benne a legjobb. A jövőre nézve, mik a tervetek mindenvel, a tudással, amit itt megszerzetek? Hát szerintem igazából én elsőnek hobbinak jöttem ide, úgyhogy még nem tudom, hogy fogok-e valószínűleg vonulni tűzhöz, de igazából nagyon szeretnék, mert tanultam is rá, szóval tényleg nagyon jó lenne, ha egyszer kimennék tűzhöz. Én örülnék neki. Te hogy állsz? Én szerintem le fogom rakni a 40 órást, amivel vonulhatok, hogyha 18 éves leszek. Nekem tetszik ez a dolog. Hogyan tudnád megfogalmazni, hogy mi az, ami legjobban vonz ebben a hivatásban? Hogy különleges, és hogy az emberek életét menti ki, már a saját életét feláldozza ezért. Azért van ebben áldozat, azért van egy kis rizikó is ebben, főleg, hogyha, mit tudom én, vonulásban fogtok részt venni, ez nem tart vissza semmitől? Nem. Mást is meg kell menteni, neki is szüksége van az élethez. Hát szerintem azért megéri most kimenni valahova, tudni, hogy van bent valaki, és megmenteni, hogy gondolom azért otthon várják haza, és akkor jó lenne. Milyen elgondolásból kereste föl ma a tűzoltóságot? Hát az unokám elgondolásából, mert ő már 2 éve tűzoltó akar lenni, és minden tűzoltó eseményre el kell jönni. És mondd, hogy miért? Hát az Uglóból jöttük, hát tetszik neki, nem tudom. Mi tetszik neki benne? Nem akarják lebeszélni? Nem. Még mindig jobb, mint ha kukás lenne. Mert az is egy ilyen... Itt is van a Gergő, ő az igazi tűzoltó felszerelése van neki otthon. Ön különben mennyi mindent tud mondjuk egy tűzoltó életéről, vagy a tűzoltóság? Édesapám tűzoltó volt szerintem sokat. De. És hogy ön nem ezt a hivatást választott? Hát én mérnök lettem, nem tűzoltó. Nem.
És mit szól hozzá itt a provázitusok? Hát ez nagyon kedves dolog, szerintem a fiatalokkal, meg gyerekekkel különösen megismerteti a tűzoltóság életét, felszereléseit. Tehát lehet, hogy nagyobb kedvük lesz ezt a pályát választani. Bár nem tudom, hogy mennyire túljelentkezés van, vagy nincs a tűzoltóknál. Igazából ő akarta megnézni, mert a nagy testvére már volt itt, ő már látta. De ő is nagyon kíváncsi volt rá. És ön mennyire ismeri mondjuk a tűzoltóság belső életét, működését? Önnek valami újdonságot adott-e ez a nap? Most jöttünk igazából körülnézni, nagyon nem ismerem a belső életüket. Így az ilyen rendezvényeken láttuk őket néhányszor. És gyermekkorban nincs olyan emlék, hogy esetleg nem, ön is talán tűzoltó akart lenni? Nem emlékszem. Csak a versből, mert Balázsnak hívnak, és akkor abból... Mi tetszett itt ma? Hát nekem az iroda, meg itt a felszerelések. És melyik felszerelés bűvölt el téged? Hát mindegyik tetszett. És megnézted az öltözékeket is? Esetleg fölpróbáltál sisakot vagy valamit? Sisakot próbáltam fel. És milyen volt? Milyen érzés? Furcsa. És voltál benne az autóba? Igen. És milyen volt? Olyan, mint egy rendes kocsival. És mi mindent tudtál eddig a tűzoltóságról? Hát, hogy ugye gyorsan kell elindulniuk, meg... Igen. Meg többféle anyaggal oltanak tüzet. Azért van neked is otthon tűzoltóautód, úgy játék, ugye? Igen. Köszönöm. És neked van egy tűzoltóautód otthon? Igen. És neked mi tetszett? A tűzoltóautó. Melyik? Mert itt annyi van. Ez. Ez? De miért ez? Pont ez a legnagyobb? Igen. Azért, mert a legnagyobb? Nem. Nem? És megnyomhattad véletlenül a szirénát? Megengedték, nem? Én nem mentem be. Ja, nem. És miért nem mentél be? Nem szerettem volna. Nem szeretnél be menni? Nem. És? Amúgy az egész tűzoltóság, meg az, hogy tüzet lehet oltani, ahhoz te hogy állsz? Mit szólsz hozzá? Te is szeretnél? Nem. Nem? Nem akarsz tűzoltó lenni? Nem. Mit szeretnél lenni? Nem tudom. A 105-ös telefonvonalak elkerültek Pomázról, tehát már nem itt csörög, hogyha segélyhívás van, hanem ez most jelen pillanatban bemegy Budapestre. Idén át fog állni a riasztási rendszer már a 112-re nagy valószínűséggel, akkor az országban két helyen lesz riasztásfogadó, Miskolcon, illetve Szombathelyen, tehát oda fog érkezni a segélyhívás Pomázról. Onnan fogják kiadni egy számítógépes riasztási rendszeren, ez az úgynevezett pajzsrendszeren a riasztást, tegyük oda a pajzsra. Tehát gyakorlatilag ezen a számítógépen fog megérkezni akkor a riasztás, megmutatja, hogy hova kell menni, mi a cím, mi az esemény, ami történt. Az ügyeletes erre ránéz, leírja, hogy melyik számítógépet, vagy melyik gépjármű fecskendőt fogja leriasztani. Ezután az ügyeletes azon a számítógépen leriasztja a megfelelő önkéntes tűzoltó állományt. Az egy ilyen pomázi fejlesztésű, most már országosan használt program, nagyon jól működő program, tehát leriasztja egyes fecskendő, kettes fecskendő, vagy a rohamszer, mikro, budakalászi tűzoltóörs, piliszentkereszti tűzoltóörs, vagy piliszántói tűzoltóörs, tehát a megfelelő létszámmal rendelkező fecskendőt, megnyomja a gombot, és egy néhány másodperc múlva mindenkinek, aki riasztva lett, a zsebében megszólal a riasztó szignál, a mobiltelefonján kírja, hogy riasztás van, melyik fecskendőre, melyik beosztásba kell
készülnie. Az illetőnek le kell jönni a tűzoltóságra, fölvenni a védőfelszerelést, fölülni a fecskendőre, és a fecskendő elindul a megadott címre. Még annyi jó tulajdonsága van a rendszernek, hogy mikor kiküldi az ügyeletes az SMS-t az önkéntes tűzoltóknak, önkéntes tűzoltó megnézi, akkor vissza tudja igazolni egy gomnyomással, hogy vette a riasztást és jön. Ügyeletes egyébként látja, hogy megkapta, illetve átvált zöldre a neve, és akkor látja az ügyeletes, hogy fog jönni a riasztásra. Tehát így történik a riasztás. Ez egy jól bevált számítógépes rendszer, amit használunk most már évek óta. Ez az új, ez a pajzsrendszer, hát ezzel voltak ezek a fennakadások itt az elmúlt időszakban. Most már ez is úgy berázódik, tehát most már ez is kezd jól működni. Talán még annyi, hogy a tűzjelzőrendszer, tehát több épületnek a tűzjelzője van rákötve arra a számítógépre, a működési területről térfigyelő kamera. Főleg célegek vannak, de például a budakalászi tűzoltóőrsünk is rá van kötve a rendszerre, hogy abban a pillanatban, ahogy ott történik egy ajtónyitás, itt már jelzi is az ügyeletesnek, tehát tudja a gép ezt is fogadni. De nem csak ez, hát gyakorlatilag itt mi, amikor építettük a tűzoltóságot, akkor mi nagyon sok mindenre fölkészültünk, tehát például a térfigyelő kameráknak a telepítésére is fölkészültünk, mert volt egy olyan tervünk, hogy ide Szentendrei út fele is teszünk olyan kamerát, ami rendszámfelismerővel rendelkezik, és ki is van csövezve, tehát elvileg csak a kamerát kéne letenni oda. Csak abból ugye ez nem valósult meg, tehát abból nem történt semmi. Ez egy 100 évvel ezelőtti tűzoltósisak, ez bőrből készült. Ez egy bőr tűzoltósisak, azért van a tetején ez a taréj, hogy ez adta a fejvédelmet, a mechanikai védelmet, amikor ráesett a gerend a tűzoltó fejére, hogy ez bőrből van, és akkor ez miatt nem tört össze a feje. Ez minden, igen, ez egy hagyományos. Nem is tudtam, hogy ez azért van rajta. Hát igen, tehát ez gyakorlatilag ez a merevítés. Ez egy hagyományőrző sisak, tehát ez ennek az utánzata, ezt műanyagból csináltuk most a hagyományőrző versenyekre. Így nézett ki egy parancsnoki, főparancsnoki tűzoltó sisak. Itt már a díszítésnek gyakorlatilag ennek a tarénak csak díszítés szerepe volt, ugye részből szépen kiglancolva, tehát ott nem volt sapka, régen nem használtak a tűzoltó egyenruhához sapkát, hanem a díszegyenruhához sisakot használtak, és a főparancsnok pedig ilyen sisakban volt. A babérlevélnek a száma mutatta, hogy milyen rangban volt a tűzoltóságnál, illetve a réznek a mennyisége, tehát hogyha nagyon rézzel volt kirakva a sisak, akkor ez egy parancsnoki sisak, hogyha csak ez volt részből, a tarai rész volt részből megcsinálva, akkor az egy szakasz parancsnoki sisak, hogyha meg ez is bőrből volt, akkor pedig az egy legénységi sisak volt. Akkor ezt a fajta sisakot használtuk a 70-es években, ez egy magyar gyártmányú, már ilyen epoxi gyantából készült műanyag sisak volt. Gyakorlatilag itt is látható ez a két merevítés. Igazából ez a merevítés, ez megmaradt minden tűzoltósisakon egyébként, ez minden tűzoltósisakon megvan, hogy ez a mechanikai védelmet ez továbbra is biztosítja. Ez volt utána az úgynevezett kiskörös sisak, ennek ez a taré része, tehát ez a merevítés része. Ez egy nagyon, szeretük ezt a fajta sisakot, ez egy nagyon komfortos volt. Abszolút, egy nagyon kényelmes, nagyon jó sisak volt. Aztán utána jöttek már egy motoros sisakok. Igen, tehát ez Németországban, illetve Franciaországban kezdték ezt a fajtát, Franciaországban, amikor ilyen fémszínű volt a sisak, Németországban pedig ezt a fajtát, ami ilyen utánvilágító volt, tehát hogyha most leoltjuk a lámpát, akkor ez a sisak elkezd világítani a sötétbe, ilyen fluoreszkáló színbe játszik. Ebben már beépített arcvédő plexi van, illetve beépített védőszemüveggel rendelkezik. Sisakokat használunk, illetve hát ennek már van egy újabb fajtája az ez. Közötte, amit látunk, ezek pedig Németországban jelenleg is használt sisakok, ilyen rohambili, tehát a németek azok megmaradtak a második világháborúnál használatos sisakoknál, tehát itt az önkéntes tűzoltók még ezt a
sisakot használják. Ez Máltai Szeretett Szolgálatnál volt ez a sisak használatba. Ez műanyagból van, tehát ez nem tűzoltóságnál van, és ezeket a sisakokat használjuk mi. Ez annak a sisaknak egy továbbfejlesztett változata, tehát egy kicsit nagyobb. Igen. És ebbe is ott van az a merevítés. Már rengeteg olyan beállítási lehetőség van, ami abszolút a tűzoltónak a fejére állítja a sisakot. Hát mondanom se kell, hogy egy ilyen tűzoltó sisak a 100 000 forintba kerül. Beépítésre került a sisakba egy arcvédő, amit a mi állományunk az olyat használ, ami itt aranyfoncsorral rendelkezik, tehát mind ennél a sisaknál, tehát ez most egy átlátszó arcvédő, de ez a mi állományunk olyat használ, hogy kap egy ilyen hővisszaverő folt. Én azt akartam kérdezni, hogy olyan, mint a műanyag, de a műanyag melegszik, ha meleg. Ennek veszett jó a hővisszaverő képessége. Tehát sok esetben inkább az okoz gondot, hogy annyira jó a sisaknak a tulajdonsága, hogy a tűzoltó fölhajtja, és utána kapja a hőterhelést az arcába, és akkor gyorsan visszahajtja. Nagyon jó át lehet látni rajta, illetve a műszaki mentéseknél pedig a védőszemüveget, beépített védőszemüveget használjuk. Pattanó forgácsok, illetve fém darabok miatt ez védi a tűzoltónak a szemét. Hogyan látja a helyzetét az önkéntes pomázi önkormányzati önkéntes tűzoltóságnak? Hát tulajdonképpen szép utat tettünk meg az elmúlt 10-15 évben, de sajnos az elért eredmények úgy látszik, hogy nem elegek ahhoz, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy életképesek vagyunk. Elég sok támadást kapunk a katasztrófa védelemtől. Sajnos nem tudjuk mire vélni ezt, mert ugye egységesíteni akarják az egész tűzoltóságot, illetve beolvasszák a tűzoltóságot a katasztrófa védelembe, de sajnos nem láttunk előrelépést ez ügyben. Ennek a napnak, tehát a Szent Flórián napnak a jelentőségét miben látja? Hát ez nagyon hosszú időre visszanyúlik, tehát 100 évekről beszélhetünk tulajdonképpen. A tűzoltóságok ugye a 900-as évek elején alakultak meg, mint többek között a pomázi tűzoltóság is, és gyakorlatilag a helyi szerveződések mindig azok voltak a leghatékonyabbak. Tehát a központosításnak van értelme, ezt én nem vitatom, de hogy a helyi emberek oltják a tüzet, ugye mint szinte név szerint ismernek mindenkit, tehát a kis településeken az egész Nyugat-Európában így működik. Onnan vettük mi is tulajdonképpen a jelenlegi arculatunkat, és elértük ezt a szintet, hát, és ezt szeretnénk megtartani. Ez a nap lényegében nyitás a lakosság felé? Hát igen, próbáljuk egy kicsit közelebb hozni a lakosságot a tűzoltósághoz, hogy ők is belelássanak abba, hogy itt tulajdonképpen egy állandó tevékenység, egy állandó munka folyik, tehát nem csak akkor, mikor katasztrófa vagy tűzkárok megsemmisítése történik, hanem tulajdonképpen az előkészületek, ugye az állománynak a fejlesztése, a gépjármű állománynak a karbantartása, tehát csomóan előkészítő munka, ami tulajdonképpen akkor csúcsosodik ki, mikor éles bevetésen minden normálisan működik, mindenki elérhető, riasztható, és az állomány hál' Istennek van szépen felfejlődött, hogy minden esetben tudunk elég létszámot biztosítani. A pomázi tűzoltóság utánpótlással nincs híján, de gondolom ebben rengeteg munka van. Hát ez így van, mert gyakorlatilag a különböző szekciókra van osztva, ugye az ifjúsági tűzoltóság, és itt a kulturális tulajdonképpen eseményeken kívül az utánpótlást is ugye maximálisan ki tudjuk elégíteni avval, hogy ahogy a korosztályok növekednek fel, le tudják váltani az időseket, tehát állandóan van egy olyan fluktuáció, ami egészséges tulajdonképpen, mert egy bizonyos kor után már éles bevetésben nem alkalmazhatok azok az idősebb kollégák, akik, mit tudom én, 20-30 évet lehúztak.
napjainkban az önkormányzati önkéntes tűzoltóságoknak milyen pályázási lehetőségük van, mihez nyúlhatnak segítségképpen? Hát tulajdonképpen a pályázati kiírások azok általában hozzáférhetők, de sajnos az a baj, hogy nagyon sokszor rövid a pályázási határidőre, a beütés, tehát gyakorlatilag mi ezt átgondoljuk, és pályáznánk, addigra már letelik a határidő, és már gyakorlatilag késztények elé vagyunk állítva. Ezt már ismerjük ugye más területekről is, hogy sajnos már sokszor megvan az a pályázó, aki elnyeri, de azért mégis végig kell nekünk is csinálni, hogy hát a sikerül. Milyen reményekkel néznek a jövő elé, abból a szempontból is, hogy ez a beolvasztás egyáltalán valamikor bizonyítani fogja-e azt, hogy sikeres vagy nem sikeres az elgondolás? Hát most ennek az időszaknak épp úgy érzem, a közepén vagyunk, tehát előre még itt nagyon sok mindent nem lehet leszűrni. Az biztos, hogy elég sok ellenőrzést kapunk, holott tényleg olyan szívvel, lélekkel teszi mindenki a dolgát, és próbálnak valahol részt ütni rajtunk, hogy úgy mondjam, de idáig hál' Istennek nem sikerül, de az biztos, hogy azt hittük, hogy egy nyugodtabb évtizedbe vagy 5 évbe gondolkozhatunk, de ezek szerint ez nem így néz ki most pillanatnyilag, és ez pont a parancsnokunk igen sok lelkiismeretes munkájának köszönhetően tudjuk egyelőre még fenntartani. Gondolom azért ez nem hat ki az állományra, hiszen mindig kitűnően végzik a munkájukat. Tehát ez legyen az elnökség meg a parancsnokságnak a gondja, így gondolkodnak ők is? Hát valószínűleg igen. Na most ezt azért hozzáteszem, hogy ez egy elég régen összeforrott társaság, tehát a kemény mag, ha úgy tetszik, sok-sok éve együtt dolgozik, és a fiatalok meg igen lelkesen állnak a dologhoz, mivel elég sok olyan rendezvény, olyan tulajdonképpen akár kötelező, vagy szabadon választott gyakorlati dolgokat is meg lehet a fiatalokkal tenni, akár tudom én például a Német Nemzetiségi Iskolában ilyen pincébe füstöt engedünk le, és ott gyakorolnak a fiatalok nagy élvezettel. De tulajdonképpen ezek a mai világban sajnos, hogy látjuk a televíziókban is, hogy például ez a égőházakból füstből ment, és a többi, ezek nem teóriák, ezek sajnos tények, és ezt meg kell szokni nekik is, hogy ez sok olyan érdekes dolog van, ami a fiatalokat, ezt a 10 éves korosztályt leköti, és feladatot. Tehát érzik, hogy fontosak, és ez a lényeg, hogy ne csellegjenek az utcán, hanem egy szervezethez tartozanak.
Ezelőtt, hogyha a Pomázon valahol tűz volt, vagy az országban valahol tűz volt, akkor annak úgy történt az oltása, hogy egy ilyen mozdonyítható fecskendővel, vagy kocsi fecskendővel, amit vagy lovak húztak, vagy maguk a tűzoltók, odahúzták a házhoz, amit oltani kellett. Megszerelték a szívórészt, ami minden ház udvarában ott volt egy kút, és abból a kútból szívták ki a vizet, jó esetben patakból, tóból, de általában a csordakút volt erre alkalmas. Most ezt a kutat, ez a kád szimbolizálja nálunk, amit megtöltöttünk vízzel, és ez a kézzel hajtható pumpa kiszívja a kádból a vizet, ugye a kútból kiszívta a vizet, a fiúk itt elkezdik pumpálni, és ezzel nyomást állítanak elő, és a víz pedig ezen a vezetéken eljut a sugárhoz, és a sugárnál pedig a tűzoltók oltották a tüzet. A verseny lényege? Ki tudja előbb kiszivattyúzni? Nem, hanem vízmegjelenésig fogjuk a versenyt megrendezni, ami azt jelenti, hogy ki tudja előbb összeszerelni ezt a technikát, és a vizet megjeleníteni a végén. Tehát nem szivattyúzzuk ki, hanem elkezdjük pumpálni, és ahogy a víz megjelenik a sugárcsőnél, addig tart az a szerelési folyamat. És a csapatokat pedig az állományból véletlenszerűen fogjuk összesorsolni. Mi vagy kettes? Akkor mehetünk. Jó van.
csináljátok! Ádám! Ádám! Egy! Bye.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Parancsnok úr, a kérésére megimádkoztuk a jó időt, a jó idő előállt, és tényleg ez is valahogy kifejezi azt, hogy Isten velünk van. Biztos vagyok benne, a sok bevetésben önök is megtapasztalták ezt, hiszen a bevetésekben mindig ott van önökkel a jó Isten is. Talán nem is látszik, de ő is drukkol önöknek, és mindent megtesz az életekért. Nyilván a szakmai felkészültség miatt kevés tűzoltó adja úgymond életét és vérét, de tudjuk, hogy a hétköznapokban a helytállás legalább annyira fáradtságos, hogyha ez egy életen át tart. Köszönjük meg, kedves pomáziak és a környékben lakók, akikről ugye ez a tűzoltó csapat gondoskodik. Köszönjük meg a jó Istennek tűzoltóinkat. Ezen a szent misén értük fogunk imádkozni. Őket ünnepeljük, de hogy még mindig ők fáradtak most is a legtöbbet. Én is Isten áldását kérem, és valóban őszinte szívvel könyörgök minden egyes önkéntes tűzoltóért, aki a szabad idejét, tudását, erejét föláldozza Pomáz városáért és a környék településeiért. Ő rájuk kérjük az Isten áldását, és hát rájuk tekintve mi is elgondolkodhatunk, hogy mi mit teszünk a környezetünkért. Otthon ülünk a kényelmes szent fotelba, vagy mi is megértjük, megsejtjük a magunkban az erőt. Isten nem azt kéri, hogy zavarjuk el a kertből a tyúkokat, és építjünk oda felhőkarcolókat. Azt kéri, hogy tegyük meg, ami tőlünk telik. Már az is nagy segítség, ha leglátogatjuk a magányosokat, akiket a utcánkban laknak. Vagy segítséget nyújtunk néha egy-egy csomag gyümölccsel. Ez is óriási dolog. Ha mindenki tenné, hol tartanánk? A tűzoltók már léptek egy nagyot ennek az egységnek érdekében. Mi is kérjük, és polgármester úrral együtt mi is azt mondjuk, hogy imádkozunk önökért, mindannyiukért. Ahogy önök nem fáradnak bele a munkába, nekünk se szabad belefáradni az imádságba. Így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vígadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendezzenek, a biztos remény örömével várják a föltámadás napját, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavaimat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendőlt róla. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az élet útján mutatod, Uram, nékem. Az élet útját mutatod, Uram, nékem. Istenem, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklásodok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik, kinek-kinek tettei szerint.
hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta, már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Husvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira, mint egy 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, amit történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? Ő megkérdezte. Miért? Mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete. Aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt, főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt állították, hogy él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem találták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendőltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta, ami az írásokban őről szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, hálást mondott, megtörte, oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De akkor ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton,
és hogy ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Kedves testvérek, foglaljanak helyet. Itt nem tudom, mi a szokás. Ha szabad, ugye múlt alkalommal, ugye parancsnok úr tartott nekünk tanúságtételt, ahogy ezt mi vallásos emberek mondjuk. Elmesélte, miért lett ő tűzoltó, milyen múltra tekinthet vissza. Én ha nem tudom, ha még itt van, mert idejövet láttuk, Sziszlő Károlyt kérném meg, hogy most ő szólaljon meg, ha van benne elég bátorság. Mindenki néz hátra, a legutolsó ember a sorba. Az én tanáraim is azt mondták, hogy amikor megérkezel valahova, jelentkezz a főnöknél, és állj az utolsó helyre. Valahogy úgy, ahogy az Úr Jézus annak idején megmondta, hogy most kerülj elébb. Rövid leszek, és nem fogunk semmi olyat kérdezni, amit én is megbánnék, de biztos vagyok benne, sokan elgondolkodnak, hogy hogy lesz valakiből tűzoltó. Hát a tűztől félni kéne, nem hogy még menni oda. Ugye én is annak idején ugye nem tudtam úszni. És ahogy bekerültem a szemináriumba, Bér Miklós püspök atya kezembe nyomta a saját fürdő nadrágját, és hát akkor itt az ideje, hogy megtanuljál úszni. Hát nagyon nehéz volt, halálfélelmemet kellett leküzdeni. Ugye, de aztán végül sikerült, megbarátkoztam a vízzel, de a tűzzel meg lehet barátkozni? Hogy került ön ide? Hát köszönöm szépen, az életben nem számítottam rá, hogy ennyi emberrel beszélem kell valaha. Na jó, ez kicsit durva volt. Nem gondoltam volna, hogy tűzoltó leszek. Ugye szüleim villanyszerelőt faragtattak belőlem a középiskolába. 20 évesen leszereltem a seregből, és visszamentem a BKV-hoz dolgozni. Villanyszerelőnek kellett volna, hogy legyek. De ugye még mielőtt bevonultam, Leidinger Pista barátom és az utca néhány sráca hatására, bizony én is kivonultam életem első gaztüzéhöz a szirénázó tűzoltóautóval. 146 éves, csühögött, pöfögött, alig akart visszafelé is jönni. De hogy nem, talán itt került bele az én szívembe az a tűz, az a láng, amit a rosszra fordul a sors, akkor én is eloltok. Tehát mondom, még 21 évesen is gyerek az ember, higgyétek el nekem, vagy nekem ne, hiszen jobban tudjátok. De 21 évesen felszereltem, és azóta is, 20 sok éve ezekkel a srácokkal küzdök az elemek ellen. Előjáróim, barátaim, tanítása szerint, okosítása szerint. Próbálom magamat úgy képezni, hogy valami többet tudjak én is adni, mint ahogy szüleimtől kaptam, és sokszor azt meg sem köszönve. És én se várok köszönetet a fiataloktól, de tudjanak, tanuljanak belőle, és éljenek hosszú boldog életet, anélkül, hogy a sziréna szó szólna, még fiatalan a sírjuknál. Ezeket a néhány gondolatokkal távoznék. Nem távozunk. Ugye egész jól beszél, hogyha... Nem, ugye már pap nem tudsz lenni, de nyugodtan besegíthetsz néha. Ugye itt láttuk, hogy a tanítványok szíve is lángra gyúlt, amikor az Isten szólt hozzájuk. Ahogy Katalintól kérdeztük a múlt héten, ugye múlt héten a polgárőrökért és a rendőrökért imádkoztunk, én most is föltenném azt a két kérdést. Először kezdjük a rosszal. Melyik volt a legnehezebb élményed? Hogy az emberek azért ne csak úgy szépeket lássanak, hanem érezzének egy kicsit bele, hogy milyen nehéz, amikor ott kell lenni. Utoljára ezt a kérdést a tűzoltó pszichológus tette föl. Akkor is könyvbe lábadt a szemem. Hát most megpróbálok úrrá lenni rajta. A 90-es években történt, még Óbudán szolgáltam hivatásos állományba, és egy családból az apuka, vörösvári család apukája lement a tóra pecázni, az anyuka a 2-3 éves két gyerekkel a trabanttal kivitte volna neki az ebédet. Ez ilyen egy óra magasságába. És egy nagy csattanásra lett figyelmes az apuka is, 5-600 méterről, egy kamionos előzte a sort, az anyuka nem nézett a tükörbe, és a kamion áthajtott a trabanton. A két gyerek életbe maradt, jajveszékeltek és sírtak.
az anyukán átment a kamion. Mire mi kiértünk, ott állt az apuka is, jobban könnyezett, mint én. A két gyerek sírt, zokogott, és mi tudtuk, hogy bármit tehetünk, csak vértük tudunk már, és ezt a két gyereket árvánként fogja, vagy félárvánként fogja az apjuk fölnevelni. Nekem is vannak gyerekeim, és ilyenkor hátralépek. És biztos vagyok benne, hogy az ilyen nehéz helyzetek mellett vannak nagyon szépek. Hát talán attól még inkább könnyezünk. Én is azt kérném, hogy ha vissza tudsz emlékezni erre az együtt töltött szolgálatra, melyik a legszebb élményed? Legszebb élmény a tűzoltóktól. Oda megyünk, ahonnan más menekül, ahol más bajba jutott. De ilyenkor a legszebbet. Nagyon-nagyon ritkán kapunk köszönetet. Olyat, hogy évek múlva is. Ott igen, örülnek és elköszönnek tőlünk, hogy viszont látásra, de mi csak annyit mondunk, hogy jó napot kívánok, viszont egyenruhában sose lássanak. Inkább valamilyen rendezvényen, de hogyha már meg kell mosolyogtatni a templomba jövőket. Jött a riasztási lap, hogy bizony kiköltözött Pestről egy kedves lakó itt Pomázon, és betelefonált a katasztrófavédelemnek, hogy a cica nem bír lejönni a fáról. Ugye ti is nagyon sok cicát láttatok már éhen halni. Hát, de mit volt mit tenni, valóban ki kellett menni. Látjuk, hogy tényleg ott a cica, föltámasztjuk a létrát a fának, a cica már is kijebb ment az ágon. Hát elindultunk szépen fölfelé, 80,5 kiló plusszal, reng a fa, a cica még kijebb az ágon. Lejössz, odébb rakod a létrát. Na, ezt így háromszor megcsináltuk, a végén már olyan vékony volt a faága, hogy inkább arra elhatározásra jutottunk, hogy félig fölmásztunk, megráztuk az ágat, és a cica leugrott. Lett neki valami baja szerintetek? Mire körülnéztünk, már úgy elszaladt, hogy úsgyi. Hát szóval ennyit arról, hogy ki milyen veszélyekre teszi ki magát, illetve ennél az esetnél is ki volt a legnagyobb veszélybe? A tűzoltó, amíg vonult, amíg a sok közlekedő nem tud rendesen vezetni, vagy úgy, ahogy európai szinten kéne, addig a gépkocsi vezetőnk. És utána mi, akinek föl kell mászni a fára, de megmentettük a cicát. Azóta is Pomázon nagyon sok cica van. Köszönjük szépen! Ez is egy kis ízelítő abból, hogy élő emberek küzdenek értünk. Ahogy a polgárőröknél is lehetett látni, hogy valóban itt nagyon sok ember elhatározta, hogy értünk él. Jézus az evangéliumban bizony nagyon sokszor erről beszél. Nagyon kis rész szól az evangéliumban a felebaráti szeretetről. És azt is ketté lehet osztani. Az egyik a másikkal való irgalmasság. Talán ahogy itt megkörnyörültek a macskán meg a gazdáján. De a másik az a szolgáló szeretet. Nagyon sok ember, amikor meg fog érkezni a főnök elé, az igazi parancsnok elé, akkor majd tördelheti a kezét, hogy mit tett azzal a drága idővel. Hány embernek segített? Hány embert mentett meg? A tűzoltók a tűzből. Az orvos az életünket adja vissza. A tanár a jövőnket, hogyha valóban komolyan vesszük a szavait. A szülők szülővé nevelnek minket. Mindenki ment valakit. Ezért gondolkodjunk el, hogyha mások valóban a szabad idejüket is feláldozva teszik ezt, akkor mi is talán a szabad időnket is beleértve dolgozhatnánk azon, hogy a mellettünk élő ember valamitől megszabaduljon, valamit elnyerjen. Ugye ezzel fejezném be, amit mondtam ott a tévéstúdióban is, hogy azt gondolnák, hogy Szent Flóriánnak a tűzhöz van keze. Nem. Ha megnézzük az ő szobrát, nem is tudom, hogy kihoztuk-e vagy nem, lehet véletlenül behagytuk, hogy egy kis vödör van a kezében. Ő a vizet hordozza. Ugye az történt, hogy a Római Birodalomnak abban az időszakában, amikor ő élt, akkor elcsitultak a háborúk, megszűntek a veszélyek, és hát ő is leszerelt a katonaságtól, és beállt ugye az Isten szolgálatába. Aztán mégis jött egy új császár, a Diocletianus, és újra elkezdte a keresztények üldözését. És hát a közelében már javában tartott ez az üldözés, és amit itt hallottunk
parancsnok helyettes úrtól, mindenki menekült, de Flórián velük szembe haladt a veszély felé. És azt mondta, hogy hát úgy hallotta, hogy körülbelül 40 embert el is fogtak. Flórián maradhatott volna, vagy menekülhetett volna, de nem ezt tette, fölkelt a helyéről, a szent fotelból, és elindult a baj felé, hogy segítsen társainak. Természetesen ugye még az ellenőrző pontokon őt elfogták, és nem tagadta meg, hogy ő kicsoda, hogy ő életmentő, hogy ő keresztény. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sokat gondolkodtam ezen, de hogy mi köze a vízhez. És akkor ugye a története úgy zajlik, hogy utána szegénynek víz általi halál lett a sorsa, ott az egyszerű volt, és vízbe dobták szegényt. És azóta ugye az árvizeknek, az árvizek idején és a tüzek idején folyamodtak Flóriánhoz, hogy valóban segítsen. És valóban nekünk is így kell gondolni a tűzoltóinkra, hogy ők is életüket fogják értünk áldozni. Nem csak akkor, amikor baj van. Flórián nem csak akkor segített, amikor tényleg híre jött az üldözésnek, hanem már akkor, amikor bajtársait segítette. Akkor, amikor leszerelés után nem pihenni ment Hawaii-ra, hanem valóban beállt az Isten seregébe, és az utolsó helyre állt, ahol, ahogy Károly testvérünk is a legutolsó sorban foglal helyet. Valóban elgondolkodtató ez a példa, és öröm látni, hogy Flóriánnak társai mai napig megállják ezen a téren a helyüket. A Jóisten áldja meg őket, és köszönjük ezt a áldozatos munkát, és azt a szakmai felkészültséget, ami bizony az sem egy elég könnyű dolog, tanulni az anyagot, rengeteget küszködni a részletekkel, és bizony, amikor itt is hallottuk, a szívben markoló fájdalommal. De én is azt kívánom, nagyon sok szeretet, öröm legyen önök között. Sokszor látogassa meg önöket az Úr Jézus, hogy önöknek is lángoljon a szíve. Így kérem most a Jóisten áldását valamennyi önkéntesre, parancsnok úrra, beosztottjaira, a kis növendékekre, és mindazokra, akik fontosnak érzik az ő munkájukat. Mindenható Istenünk, mindenható Teremtőnk, Te adtad nekünk az életet. Köszönjük, hogy meghívta a tűzoltóinkat, hogy védelmezzenek minket, a mi életünket. Te, akin mindennél jobban vágyakoztál minket megalkotni, segítőtársakat találtál, hogy megtartsuk képességünket. Köszönjük neked tűzoltóinkat, akik valóban igent mondtak, ott lenne a szívük mélyén, hogy nem csupán maguknak élnek, hanem a Szent Fiat tanítás alapján másokért. Amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Urunk Jézus Krisztus, így kérem a te áldásodat őrájuk. Védőszentjeitek és a boldogságos Szűz Mária dicsőséges közbenjárására, áldjon meg benneteket a mindenható Isten minden mennyei és földi áldásával. Hallgassa meg minden imátokat, váltsa valóra minden üdvös reményeteket, és mindazt a jót, amivel Istent, családotokat, városotokat, testvéreiteket szolgáltátok, hálája, mely egykoron az ő szent fiának, Jézus Krisztus arcának örök színelátásával. És így áldjon meg mindnyájatokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nem hagyjuk abba az imádságot, és így folyamodjunk a Jóistenhez. Valljuk meg a Szent Háromság egyi Istenbe vetett hitünket, az örök életbe vetett hitünket, a mások szolgálatába vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, napon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akiknek dicsőséges győzelmét ünnepeljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. Ehhez kérjük most közös imával erőt és kegyelmet. És minden részhez azt mondjuk, azt válaszoljuk, kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd meg, Urunk, tűzoltóságunkat, segítsd harcunkat a gonosz ellen, hogy békében és nyugodtan hajthassuk álomra fejünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd meg, Urunk, tűzoltóinkat hitben, szeretetben, erőben és egészségben, hogy nehéz küzdelmük támogatást találjon a mennyben és itt a földön is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a tűzoltó családokért, hogy nehéz és önfeláldozó munkájukhoz mindig legyen biztos családi háttér, szeretet és megértés. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk az édesanyákért, akik Mária példájára hitben és szeretetben nevelték és nevelik gyermeküket, akik legszentebb feladatuknak a bajba jutott emberek mentését tekintik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk azokért az idős, beteg tűzoltókért, akik becsülettel szolgáltak és keltek harcba Szent Flórián vezetésével. Az elhunyt tűzoltókat és családtagjaikat pedig fogadd be országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te megtanítottál minket arra, hogy a szeretet szolgálata kedvessé tesz bennünket a mennyei Atya előtt. Add kérünk, hogy Szent Flórián vértanú példáját követve teljesítsük a szeretet parancsát, és közbenjárására eljuthassunk mennyei hazába, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Most pedig itt az utolsó vacsora termében találkozzunk Jézussal, az értünk vágyakozó, lángoló szívű Istennel. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úrnak kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el
ezeket a tűzoltóinkért bemutatott adományokat újongó egyházattól és városunk lakóitól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezzük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Különösen most, ebben a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Ő szüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Föláldozva önmagát nem hal meg soha többé. Halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiáradt az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, árazd rá a szent lelkedet, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiuntatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálát Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
elhunyt tűzoltóinkról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő szent jegyesével, szent Józseffel, a szent apostolokkal, szent Flóriánnal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten baránya, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Most következik a Szent Mise, a legszentebb része, a Szent Áldozás, a kenyér színbe bújt Jézussal való egyesülés, melynél nagyobb dolog még az örök életben sem lesz, csupán látványosabb. Éppen ezért mindazok, akik lelküket felkészítették a húsvéti Szent Jónással, kérem legyenek szívesek az oltár két sarkához fáradni a szent áldozásra. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ikles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Hadd, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged. Mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál. Azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan föltámadására, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, nagy öröm számomra, hogy így együtt lehetünk. Nem is tudom, hogy melyikünknek, talán a parancsnok úrnak az igazán az ötlete ez, hogy együtt ünnepeljünk. Erdő Péter bíboros atya a krizmaszentelési misén, amikor a papság egybegyült, nagy csütörtök délelőttjén, ő maga mondta, hogy minden lelkipásztornak feladata, kötelessége azon a helyen, ahol szolgál, a világi intézményekkel, és ahogy így fogalmazott, az arra érdemes civil szervezetekkel igenis együttműködnie és építeni az emberek közti békét. Én azt gondolom, ha valamelyik közösségre ezt lehet mondani, akkor tűzoltókra mindenféleképpen, ahogy ugye a polgárőröket is ugyanezzel a szeretettel köszöntöttük. Én is azt kérem Istentől és önöktől, hogy őrizzék a mi békénket. Én még csak röviden annyit szeretnék kérni a parancsnok úrtól, hogy talán nem sokan ismerik a tűzoltóságot, hogy kik ezek az emberek, hányan vannak, hogyan szolgálnak. Ha röviden még van annyi türelme, akkor legyen szíves nekünk ezt elmondani, hogy amikor hazamegyünk, akkor tudjuk folytatni az imádságot, hogy kikért kell nekünk imádkozni. Úgy gondolom, hogy minden pomázi ismeri a pomázi tűzoltóságot, mert itt vagyunk 111 éve. Itt volt a tűzoltó szerpár szemben a piac téren, a trafóállomás mellett, talán még sokan emlékeznek rá. 80 tűzoltónk van, 30 ifjúsági tűzoltónk van, és mindig pont annyi tűzoltó van, amennyire szükség van, hogyha valaki bajba kerül. Jézus maga is mondta, ne szaporítsátok a szót. Én még az édesanyákról is megemlékeznék, hiszen anyák napja is van, és hát sok aggódó édesanya is van, és imádkozunk őértük is, hiszen nekik köszönhetjük a mi életünket. Kérjük rájuk Isten áldását. Mindenható és teremtő Istenünk, édesanyánkon keresztül olyan szeretetet kapunk, amit soha nem tudunk meghálálni. Lehetetlen viszonozni. Mégis áldásoddal azt kérjük, hogy valamicskét ebből a végtelen szeretetből viszonozni tudjunk. Valamit vissza tudjunk adni. Istenünk, aki a napon megemlékezel az édesanyákról, kérünk, erősíts meg őket. Olyan nehéz feladatokat vállalnak, hogy fölneveljenek minket. Hogy minket is édesanyává, édesapává neveljenek. Erőddel oltalmazd őket, és a sok-sok csalódáson, amin végig kell menniük, valóban a te lelkesedésed, a te tüzed vezesse át őket. És add, hogy gyermekeik jólétét látva, és végül az örök boldogságukat is szemlélve, valóban eljuthassanak a te országodba. Így kérem rájuk az Isten áldását. Kérem a édesanyákat, hogy valóban nyissák meg Isten előtt szívüket. A boldogságos Szűz Mária és védőszentetek dicsőséges közbejárására áldjon meg benneteket is a mindenható Isten, minden mennyei és földi áldásával.
Hallgassa meg minden imátokat, váltsa valóra minden üdvös reményeteket, és mindazt a jót, amivel Istent, családatokat, gyermekeiteket szolgáltátok. Hálája meg ekkor az ő szent fiának, Jézus Krisztus arcának örök színe látásával. És minden kedves édesanyát áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És titeket is mindnyájatokat Isten oltalmába ajánlak, hogy valóban évről évre egyre inkább egy szerető testvéri közösség legyen itt Pomázon és a környéken. Erre kérem az Isten áldását. Mindenható Istenünk, kérünk, áld meg városunkat, városunk vezetőit, városunkban feladatot teljesítő alkalmazottakat, akik a városért fáradoznak. Áld meg őket, és erősíts meg, és áld meg mindnyájunkat is, polgárokat, hogy valóban egyre növekvő szeretettel, valóban egyre nagyobb lelkesedéssel és nagyobb figyelemmel szolgáljuk egymást, hogy valóban otthonunk legyen Pomáz, és valóban minden este békében hajthassuk le fejünket, várva következő napi parancsodat. Add, Urunk, hogy legyen bennünk mindig lelkesedés megtenni mindezt, és így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.